Hello mindenki, csatornapatkány vagyok, és úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen videót. Egyelőre nem tudom, hogy mi lesz ez. Itt a régi gépem látható, most szereztem egy újat, és akkor most ezen akarok megmutatni pár dolgot. Indítsuk is el. Kapcsoljuk be, hangfal, és akkor hát... lássuk. Igen, lehet, hogy sokan mondani fogják majd, hogy hát milyen ez, hogy kamerával, illetve nem is kamerával, hanem telefonnal veszem fel a videót, és akkor azzal veszem fel a monitor, de most per pillanat ez van, de majd lesz jobb is idővel. Emetek, ennek az új gépnek nincsen semmi baj, hát remélem, hogy tényleg nem lesz. Mert akkor kicsit kiakadok, mert a régi gép már régóta rossz, nem működik, és hát igen. Örülök, hogy van ez az új, és hát remélem, hogy tényleg nem lesz semmi gubanc. Nos, várunk. Remélem, hogy a telefon fókusza nem fog elmenni, mert pár videó... Mi a szar ez? Számítógép problémát észrevezi, újraindul, összegyűjtni néhány hibációt, aztán újra... Mi a... Mi... Csessze meg... Mi szar volt ez, mindjárt telefonálok egyet. Azt mondja, hogy... Így... Szia! Szia, figyelj már! Tudod, van az új gépem, és akkor most ezzel dolgozom, de egy olyat írt ki, hogy számítógép pár hibás információt észlelt, és akkor hogy összegyűjti az adatokat, meg újraindul. Ilyen kék háttér volt, meg egy szomorú smiley fej. Windows 80 a gépemen, ez új nekem, mert még nem használtam, és hát nem tudom, hogy ez mi lehet. Aha, most komoly? Kék halál. Így néz ki a Windows 8. Úristen. És nem tudnád megmondani, hogy ez mitől lehet? Hát nem tudom, azt mondták, hogy a Winchester a legrégebbi benne. Aha. Szóval Winchester. Hát igen, azt mondták, hogy volt már vele egy-két gubanc, és hát azért kaptam végül is, mert nem szuperelt jól. Értem. Szóval Winchester van. Aha. Jó, jó. Köszi. Köszi. Hello. Majd akkor beszélünk. Cső. Jaj, hát gyerekek, lehet, hogy ez pár problémába fog ütközni, ugyanis most beszéltem Rapóval, és hát ő mondta, hogy Winchester problémáim lehetnek. Ami baj. Ami nagyon nagy baj. Na, várjunk, lehet, hogy most elindul. Ó, ez az. Jó, lehet, hogy ez csak egy pillanatnyi probléma volt, és akkor most már minden jó. Hát alapháttérképek közül még csak ez van meg. Ezt állítottam be. Na, mélyen lassú már. Van benne amúgy 2 giga memória. 1.8-as processzor van benne. Hát nem a legjobb, de majd ezt még fejlesztem. Nos, lássuk. Hát, mint látszik, ugye rajta van a Minecraft, meg ez a Game Dev Tycoon, ez egy nagyon jó játék, szerintem jó el lehet vele szórakozni, illetve, hát amit én rendszeresen használok, ugyanis kell az iskolába egy Visual Studio. Na, lássuk. Megnézzük, milyen. Ne küldj el. Nézzünk egy Everestet. Mondom, indíts egy Everestet. Na. Na, te nem, komolyan mondom, ilyen a világ. Na, várjunk. Mindjárt. Pillanat, csak ki kell szednem a gépet, mindjárt mutatom tovább, csak a... Istenem. Leállítom, csak...
nagyon össze van dugva, és akkor rövidek a kábelek, meg minden, és hogy úgy lássátok ti is, hogy mi van benne, ezt azért akarom megmutatni, azért szedem ki a helyéről, hogy lehessen mutatni. Pillanat, mindjárt meg lesz. Perc. Úgy, tehát ez a gép be van ragadva. Hogy van ez már? Jó, van. Na, gyertek, mutatom tovább. Szóval ilyen a gépve, hozok egy kis fényt, az lehet, hogy jobb lesz. Hát igen, ez ilyen asztali lámpa, szóval így néz ki a gép, ott a videókártya, hát nem a legújabb processzorhűtő, ott pillanat, ott van hátul, ott van a 2 giga memória, lehet látni, és akkor hát itt a Winchester. Elmeteg ez a rossz. Na hát akkor most szétszedjük, és akkor megjavítjuk. Hú, srácok, próbáltatok meg egy szétszedni egy gépet, hogy egyik kézbe csavar húzom, másikba meg kamera, vagy éppen nálam ugye telefon? Na jó, akkor ugye meg lesz a Winchester. Ó, megvan. Ugye meg van a csavar, ez az, hát felesti, kivesszük csavarhúzóval. Na, úgy van, pat, ugye szerintem is. Tehát ez a Winchester, hát nem nagy, csak egy 80 gigás Winchester, ilyen csatlakozójú, így néz ki. Na, elviszem megszerelni, azt is fel fogom venni, csak ahhoz egy picit elő kell készülni, és akkor majd a videót folytatjuk pár perc múlva, addig is úgy is meg lesz vágva, nektek az pár másodperc lesz, na jó, akkor mindjárt jön a folytatás. Na sziasztok! Ez volt az a pár perc, jó, nekem majdnem egy fél napba telt, de ti ezt úgyse veszitek észre, ki lesz vágva. Most kezdjük a Winchester szerelést. Itt a Winchester. Ja. Ismerős a helyszín, itt szereltük az előzőt is, csak hát most kicsit más módszerekhez fogunk folyamodni, de a rendhagyás kedvéért mindjárt hozok még egy szerszámot. Nem az rád zárult az ajtó, maradjáig. Csak a nosztalgia kedvéért. De először is fő a biztonság. Szépen felkészülünk a legrosszabbakra. Így. Készen is lennénk. Előkészletek meg voltak. Remélem a kamera fókuszok nem vesztek el közben a dolgokat. A Winchester. Ebben standard csavarok vannak, nem olyanok, mint általában a hatszögűek, de hiába csavaroztam, nem jön le. Nincsenek benne csavarok, meg is mutatom. Nincsenek benne. Ide is megmutatom ebbe a kamerába. Ebbe sincs. Látja ő is. Hát nem működik. Majd most megjavítjuk. Az új legjobb barátom. Az ő neve Flex Elek.
Eszter, nem gondoltam volna. Na, folytassuk. Fú, de jó büdös lett. Lett valami? Hozzád vágódott? A kameraman eltalálta valami. De kemény, nagyon kemény, utál. Megpróbáljuk hátulról egy kicsit neki rugaszkodni. Hát, ha így jobb lesz, nem tudom. Kemény dolog a Winchester. Látod, ott a CD? A Winchester alaplapi CD-je. Nem mutatom ide is. Hát ott a CD. Nem tudom, hogy látszik, mert ez stabil kamera. Ott van be. Hát nem itt CD, hanem a Winchesternek a... izéje. Várjunk csak. Nem tudom már szétszedni. Mindig nem. Nagyon, nagyon jó egybe van. Nagyon jó. Most befogom így, megpróbáljuk így is. Aztán a végén jön a balta. Nem gondoltam volna, hogy ennyi gond lesz a Winchesterrel. Aztán már be se fér a satú. Lássuk. Mehet, mehet, elég szép. Na most ez már működik. Fogjuk, berakjuk a gépbe. Na tehát, megjöttünk a Winchester szerelésből. Itt látható a kezemben a Winchester, amit előbb szereltünk meg. Be fogjuk tenni a gépbe, megnézzük, hogy sikerült-e megcsinálni. Ugye a gépet már előző alkalommal végigmutattam, és akkor most berakjuk vissza a helyére. Hát szerintem ezzel most földön rakom, de előtte bezárom az ablakot, hogy ne legyen zaj. Meg megkeresem a csavarokat, mert úgy emlékszem, hogy elraktam onnan az asztalról valamiért. Aha, jól emlékszem. Itt vannak a csavarok, itt van minden. És akkor visszarakjuk a gépbe. Ezt előrébb húzzuk, mert így lehet csak berakni. Hát hülyén lehet berakni ide a Winchester. Hát nem tudom miért. Ez van. Jaj. Így két kézzel már sokkal könnyebb, mint egy kézzel.
kavarozni. Égni, úgy bent is van, csak rá kell kötni. Ugyan úgy, ahogy rá volt kötve. Így jó rá, rajta van. Másikat is rákötjük, az mármint az áramot is rákötjük. Úgy, ez is ott van, picit bent megyem összeünk is. Így berakjuk, ezt kapcsoljuk hangot, monitort. Most lássuk, mi lesz. Nem tudom, még én se egyelőre. Hát most várunk. Remélem mindkét kamera jól fókuszál, bár az egyik, amivel vettem az első videót, és ez szereti elhagyni a fókuszt. Üdvözöl a gép! Jó, bejött eddig minden oké, és lássuk asztal. Bent van. Hát ő végül még jó is lesz, ki tudja. Kicsit lassú, de hát kéne bele új processzor, vagy videókártya. Most egyre nem tudok mit csinálni, mert nincsen. Kell egy zseb. Ja igen, van egy ilyen tuti játék, Bruno Karácsony. De ez úgy szor, ahogy van. Telepítettem a játékot. Ugye eredeti játék, Panda Petihez adták, jó újság, szoktam venni rendszeresen. Itt van benne az aktivációs kód, illetve regisztrációs kód. Miután ezt regisztráltad a telepített játékra, fel kell menned a www.mmholding.hu-ra. Ott regisztrálnod kell, újra meg kell adni nevedet, e-mail címedet, mindent, a játék típusát, mármint a nevét, hogy hol vetted, én beírtam, hogy Panda Peti, és a vonalkódját is, aminek már tényleg semmi értelme nincsen, és úgy kell regisztrálni, majd te kapsz egy e-mailt, amivel vissza kell regisztrálni a honlapra, amivel küldetek egy még egy e-mailt, amivel be tudsz regisztrálni a játékba, szóval itt én elküldtem a picsába, de nem baj. De amúgy jó, mert 5 éves kortól ajánlott, hát ugye én 18 vagyok, szóval ez már nekem való. Azt mondja, hogy valahol létezik egy Mikulás napi ajándékok készítésére szakosodott nagyvállalat. Hú, érdekes. A gonosz cégvezető és alkalmazottja rájött, hogy egy hatalmas marketing katasztrófa közeleg. És komolyan, 5 éveseknek ilyen játék. Az emberek a pénzüket inkább a karácsonyra és a karácsonyi ajándékok vásárlására költik. Ezért sötét gondolatra szállja el magát. Elrabolnak minden, aki a karácsonyhoz köze van, annak érdekében, hogy ismét fellendüljön a Mikulás napi voltjuk. Hát ez komolyan, nem mondom már semmit. És vannak benne ilyen tuti karakterek, a doktor, nagyokos professzor, meg valami robotja, Szabó Gyula, a paraszt, az lesz a legjobb biztos, Jégcsapál a rozmár, és Kristály, Vanda, a pingvin. Ja, meg a gonosz cégvezető. Nézzék, de ilyen a háta, ott vannak rajta. Szerintem abban a kamerán pont nem lehet elolvasni, de legalább biztos el lehet olvasni. Így néz ki a játék, úgy szar, ahogy van. Ne vegyetek Panda Petit fel, nem jó. Na lássuk. Indul a játék. Ja, meg kaptam hozzá egy ilyen tuti regisztrációs kártyát. Ez nagyon fada. Hát már csak az a gond, hogy a hátuljára 2006. november 10-e van pecsételve, és most enyhén 2013. szeptemberében járunk. Maga a játék viszont... Hú, nincs rajta.
De fut Windows 95-ön, 2098-on és in XP, Pentium processzor kell hozzá, 60 MB szabad Winchester, hangkártya, basszus, nekem nincs hangkártyám, csak alaprakra integrál. CD-ROM, hát ez baromság. Hát még jó, hogy CD-ROM olvasok el bele, és 64 MB memória. Hát gyerekek, egy ma működik, akkor én játszom. Tuti emberke már 12 millióval. Na jó, hol is tartottam.